A Fájó Trianon címmel három részből álló rendezvénysorozatot indított a Szombathelyi Őrvidékház. Kezdésként Szabó Pál Csaba, a Trianon Múzeum igazgatója tartott előadást, melynek témája a 20. századi magyar menekült kérdés volt. A jeles történész főként az első világháborút követő időszakkal foglalkozott, melynek során 450 ezer magyar vált földönfutóvá, közülük sokan éveken át marha vagonokban tengették az életüket. A sorozat következő része június 23-án kedden következik majd, amikor 18 órás kezdéssel Szelecki Zita életéről, művészetéről tart előadást, Vitéz Jávor Zoltán nyugalmazott főiskolai tanár.